sweating my rust. I'm breathing in the chemicals. Na, sziasztok, én Zanu vagyok, és most ebben a videóban egy kivételesen új sorozatot kezdek, és most ez egy olyan sorozat lesz, ami sok mindenki számára segítséget jelenthet, hogyha játszik ezzel a WoT nevezetű játékkal, ez a World of Tanks nevezetű játéka, és most tankbemutatókat fogok akár tier 1-től, tier, hát tier 7, tier 8-ig, mert jelenleg olyan tankjaim vannak. Lehet kommentbe leírni tankot, és hogyha nekem van ilyen, akkor lehetne a következő rész abból. Rengeteg mindent el fogok mondani ebbe a videóban. Gyenge pontokat, hol erős, milyen. Ez most a J-Panther tank lesz. Én nekem személy szerint a legkedvencebb tankom. Hihetetlen farmoló tank, tier 7-es, TD. Hát mit mondjak róla? Na, akkor kezdjük szerintem a ha itt vagyunk már, a gyenge pontokkal. A gyenge pontja, most bekapcsoltam egy ilyen cuccot. A gyenge pontja az így ez a rész, hogyha nem mozdul el, akkor ez itt, ez az alsó rész, ez itt, ahogy mutatom az ujjammal, ez a rész itt nagyon gyenge pontja, illetve ez a része nagyon gyenge még, itt a vezetőnek a része is, és itt lényegében előről, hát itt a lánctartnál vagy átütöd vagy nem, de lényegében ennyi itt elő a gyenge pontja. Az ágyúnál nehéz átütni, hát itt oldalról, itt viszont ez az egész terep itt, ez az egész kis ládika átüthető sajnos. Hátulról ugye, hátulról nem is kell mondanom, itt is szinte átüthető mindenhol, ha megkerülnek, akkor szívás van. Oldalról is szerintem elég nehezen pattint, hát nem tudom. Előről nagyon jó páncélzata van, tényleg nagyon nehéz átütni, ha csak nem oda lősz, ahol mutattam. Ez jó annak is, aki nem szereti ezt a tankot, kifejezetten utálja. Annak is elmondom, hogy itt igazából a tetején az a jó, hogy nincs nagy kupolája. Ahogy itt látjátok, most ha így van a tank, mondjuk messzebbről így. Most például, hogyha így áll a tank, így, az szinte ott mit lősz el ott felől, amit most így közelebbről itt látod. Itt ez a kis kupolája, itt meg itt ezek a részek. Igazából nem tudom, hogy ennyi pont nekem is soha az életben nem jöttek oda, mert egyszerűen nem bírnak ott eltalálni, hogyha egy helyben állok se, max, hogyha valami hegyről lőnek le. Hát lényegében szerintem itt se, itt felől se nagyon pattint, nem tudom igazából. Na, a gyenge pontjai végül is ezek, amiket mutattam, illetve ez a lámpa. Hát ez viszont nagyon nehéz eltalálni, hogyha állok max és nem oda figyelek, amerre amerről megelővik a lámpámat, max úgy találod el, mert vagy nagyon pontos ágyom, mondjuk egy KV2-vel nem fogod kilőni ezt a kis lámpáskát, úgyhogy na, akkor most el fogom mondani az ágyúról, hogy mit kell tudni. Erről az ágyúról annyit kell tudni, hogy három fajta, négy fajta ágyúja van. Ugye van két 8-as ágyú, ennél én ezt a 8-as használom, ezt a 88 cm-es, ez 88 mm-es használom. Igaz, hogy ezt 10 egész, de jó, most megettem a masz, mindig. Igaz, hogy ez erősebb ágyú, de viszont nekem rengeteg negatívum van ebbe az ágyúba, kipróbáltam, egyáltalán nem tetszett, és inkább ezt a 8.8 cm-es használom. Erről annyit kell tudni, itt most itt is van vannak a leírások, 165-től 275-ig, hát igen, ez a többi TD a SU TD-knél valóban sokkal kevesebb sebzés, mert a SU az 200-tól kezdődik, körülbelül 250-200-tól kezdődik, és ilyen 500-ig elterjed az erőssége. De viszont ez halál gyorsan tölt, hát itt látjátok, hogy 11 másodperc alatt újra tölt, és erre is rá is segítettem egy 10% töltés gyorsítóval, amit vettem rá, mert ezt éreztem, hogy rá kell venni. Igazából mást úgy, ilyen nem kell, hogy aimban nem kell segítség, max egy ilyen
max egy ilyen ventilátort ráveszed, de szerintem felesleges más rávenni. Igazából ez is csak luxus, mert én nem használok, és mégis nagyon jó tudok játszani vele. Ilyen ellátmányokat se szoktam belevenni, mert szerintem felesleges, itt is csak az alap dolgokat veszem bele, de hogyha ti úgy gondoljátok, hogy még kell ilyen töltéssegítő, vagy gyorsos, egyébként nagyon gyors tankról van, szóval ilyen 40-45, talán még 50-et is ki lehet belőle hozni, iszonyan gyors tankról van szó, hát már láttatok vele replayt, ezért most nem fogom úgy, megint nem fogok egy csatát mutatni benne, azt jól megnézitek, vagy elemzitek, vagy stb. Nézitek, az abból meglátok sok mindent benne, és most én nekem miért nagyjából ennyit is kell szerintem így tudni előjáróban erről a tankról. Én amit nagyon ajánlok ennél a TD ágnál, ha német TD-knél vagy, a sniper skillt azt nagyon fejlesz ki, mert ezek brutál jó sniperelnek, nem tudjátok elképzelni, hogy brutálisan nagyon jó. Hát ilyen a map egyik végében másikban simán ellövöm, akár még mondjuk ha egy ugyanilyen tankra van szó, a lámpáját is simán ellövöd, vagy a vezető nyílást, ahol kinéz a vezető, azt is simán ellövöd. Látjátok, hogy nekem igen ez van kifejezve a TD-ág, nagyon hát nagy TD-s vagyok, de mostanság már jövök heavy-re, a médiumra annyira nem, meg annyira light-on sem, hát most még heavy-n tolom, de azon sem nagyon. Hát előjáróban ennyi is lett volna tényleg erről a tankról a bemutatóm. Remélem, hogy tudtam benne segíteni, ha bármi kérdésetek van, akármivel kapcsolatban az egész játékban, akármilyen tank, akármilyen taktika, akármiről van szó. Bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan kérdezzétek meg kommentben, bármiben segítek, ha tudok. És hát már pedig szerintem sok mindenben fogok tudni segíteni, remélhetőleg. Na hát, köszönöm szépen a figyelmet, én Zoli voltam, sziasztok!